Igazából nem sokat próbáltam erre a videóra, úgyhogy most át kell, hogy fussam, hogy miről akarok beszélni. A srácok elvileg esznek, úgyhogy remélhetően nem fognak nagyon sokat közbeszólni. Sziasztok! Evelyn vagyok, és már nagyon-nagyon régóta nem találkoztunk. Úgy értem, hogy nagyon régóta nem mutattam nektek a fejemet. Ennek több oka is volt, de erre majd egy külön videóba fogok kitérni. Viszont a lényeg az az, hogy videót is nagyon keveset töltöttem fel az utóbbi időben, amire szintén ki fogok majd egy másik videóban térni. De most jelenleg csak egyetlen egy dologról szeretnék beszélni. Ezekről a kis ördögökről. Mutatom nektek. Tücsköt. Tücsök. És Tránkit. Sziasztok! Mi vagyunk Tücsök és Tránki. Szóval ennek a videónak az lenne a témája, hogy miért ne tarts papagájt házi állatként, vagy hogyha mégis papagájtartásra szánod el magad, akkor mik azok a dolgok, amikre feltétlenül oda kell figyelned. Az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venni, amikor választunk egy kis állatot, az az, hogy az mennyi ideig fog élni. Nem tudom, mennyire vagytok tisztában azzal, hogy a papagájok mennyi ideig élnek, ez nyilván fajonként változó, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon durva, hogy bizonyos fajták, és főleg a nagyobb fajták évtizedekig élnek, sőt, az ara papagáj az akár 50-60 évig is elél, vagy például a jákó papagáj, ami egy nagyon-nagyon népszerű madár, mert nagyon szépen tudnak beszélni, ők 80-100 évig is képesek élni. Szóval nagyon fontos megfontolni azt, hogy egyrészt szeretnénk ennyi ideig egy állatkát magunk mellett tudni, mert ez azt jelenti, hogy már a hátralévő életünket így beletöltjük. A másik szempont, amit érdemes figyelembe venni, az az, hogy ki fog gondoskodni róluk, ha mi meghalunk. Mármint nyilván nagyon szívesen foglalkoznak velük a kis gyerekeink, vagy nem, mert ők mondjuk kutyát akarnak. Na igen, szóval fontos szempont figyelembe venni azt, hogy melyik meddig él. A hullámos papagájok, ők nagyon népszerű papagájfajták, ők egészen picik és nagyon kis aktívak. Ők általánosságban ilyen 10-15 évig élnek, viszont a nimfa papagájok, akiket itt a háttérben láthattok, ezek a csodák, ezek akár 15-20-25 évig is képesek elélni, szóval gyors matek, életem csúcsán leszek. Szóval az élettartam, nagyon fontos erre odafigyelni, hogy ez egy olyan döntés, amit nem szabad impulzívan meghozni, úgyhogy elsétálsz egy kis állatkereskedésért, és úristen, úristen, de cuki, repül meg minden, én ezt akarom, mert tollas és pihepuha és nagyon kis fluffy. Szóval nem, emiatt nem szabad papagájt vásárolni, mert megkeserítjük az életünket velük, meg mi is az ő életüket. A másik nagyon fontos szempont az az, hogy ezek egzotikus állatok. Ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon drágák, mert ez is igaz, viszont azt is jelenti, hogy nem házi állatok, tehát nem lettek háziasítva így, ezért sokkal több vad ösztönük van, mint mondjuk egy kutyának. Tehát előfordulhat nagyobb papagájféléknél, akik mondjuk sokkal közelebb érzik magukat őseikhez, hogy egyszerűen nem úgy nevelhetőek, mint mondjuk egy kutya, vagy nem úgy viselkednek velünk emberekkel, ragadozókkal, mint egy másik ragadozó a kutya, hiszen ők prédaállatok, ők azt szokták meg a természetben, hogyha egy vadállat ezt csinálja, hogy akkor ők meg fognak halni. Szóval nem nagyon szeretik azt, hogyha csak így akármilyen érzelmeket táplálunk irántuk, ez számukra nem természetes. Úgyhogy még egy kutya, aki meglát téged, és egyből úristen szeretlek, és fel akarom áldozni az életem érted, és örökké maradj velem. Ők ezzel ellentétben így néznek rád, hogy te ki vagy. Egzotikus állatok. Ez azt is jelenti, hogy amikor nevelni akarjuk őket, akkor kicsit más módszereket kell alkalmazni, mint mondjuk a kutyák esetében. Például egy papagájt nem nagyon lehet leszívni, vagy nem nagyon működik az, hogyha ordibálunk velük, ugyanis ők ordibálva hívogatják egymást. Tehát ez olyan nekik, mintha azt mondanám, hogy gyere, gyere! Közben azt mondom, hogy anyád, hogy éppen most szartad tele a kedvenc ruhámat. Teljesen máshogy kell őket nevelni, bár tény, hogy mondjuk ugyanolyan szempontból pozitív megerősítéssel motiválni lehet őket, mint mondjuk a kutyákat vagy más állatokat. Ami még az egzotikusságot jelenti, az tényleg az áru. Karantén alatt eléggé fölment a papagájok ára, szerintem ez nem véletlen. Egyrészt, mert nagyon népszerűek az interneten. Látni róluk egy csomó kis vicces videót, ahogy cuki dolgokat csinálnak, meg az egész olyan kis nevetséges. Szóval egzotikus állatok, egzotikus árak.
tenyésztőtől kisátkereskedésbe tudunk papagájokat beszerezni, a nagyobb fajtákat már kisátkereskedésbe akár nem is, hatalmas árkülönbségek lehetnek, vannak weboldalak, ahol lehet tájékozódni az árakról, 2020-as, 2021-es weboldalak, és mégsem tükrözik a valóságot. Például a némfapapagájok ára azon a weboldalon, ha jól emlékszem, 3-5 ezer forint körül van, a valóságban pedig 15 ezer körül vannak a némfapapagájok kisállatkereskedésben, vagy mondjuk 20 ezer körül. És mondjuk az arapapagáj az régebben 300 ezer körül volt, de most már 400 ezer forintot is elkérhetnek érte, hogyha kézzel nevet még többet. Ehhez hozzáadódik az, ugye hát ennek az állatnak való lennie kell. Nyilván nagyon fontos, hogy kiengedjük a lakásba, hogy röptessük őket, hogy mozogjanak, erről majd később. Be kell kiszerezni egy kalitkát. Arról nem is beszélve, hogy nagyon nehéz dolgunk van, ugyanis ma Magyarországon akkora méretű kalitkát, amekkorát most így a felvilágosult papagájtartók szeretnének beszerezni, nem lehet beszerezni. Van egy méret, ami minimum, általában ez a madár szárny fesztáva, ezt kéne, hogy legyen a kalitka szélessége, hiszen elvárjuk, hogy tudjon benne repkedni egyik irányból a másikba. Ezzel kapcsolatban a nézetek nagyon megoszlóak. Az biztos, hogy ha ki van engedve a madár, ha nincs, előfordulhatnak olyan esetek, hogy a madárnak egész nap a kalitkába kell ülnie, akármi miatt. Nyilván én is beférek egy szekrénybe, de nem érzem jól magam egy szekrénybe. Kisebb méretű kalitkákat ajánlanak kis átkereskedésben, ezek nem megfelelő méretűek, aludni jó lehet nekik, viszont nagyon drágák a normál méretű kalitkák vagy röpdék, úgyhogy nyissuk a pénztárcánkat. Ami még drága, mert van állatunk, van kalitkánk, kaja. Ezeket az állatokat nem csak maggal kell etetni, ami egyébként sem olcsó, de ami a még drágább, az az, hogy folyamatosan friss zöldséggel és esetenként gyümölcsel kell őket etetnünk, ami költséges, egyszerűen költséges, mert télen-nyáron kell nekik adni, hogy folyamatosan vitaminokhoz hozzájussanak. A folyamatos magdiéta az például szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet, és elzsírosodhat a májuk, és az kis aranyos kis állatkán, aki elvileg 20 évig kéne, hogy éljen 5 év után, megdőlik. Ami emellett még nagyon nagy költség, az az állatorvos, ugyanis őket nem lehet kis állatorvoshoz vinni, ők egzotikus állatok, úgyhogy egzotikus állatorvoshoz kell vinni, amilyen nincs is az ország minden területén, úgyhogy jól végig kell gondolnunk, hogy erre tudunk-e szánni. És hát a játékok. Baromira intelligensek, szóval nekik folyamatos mentális stimulációra van szükségük, folyamatosan matatnak, rágcsálnak dolgokat. Ugyanúgy, ahogy egy kiskutya, aki egész nap be van zárva a lakásban, elkezd kanapét rágcsálni, ők is elkezdenek kártani a bútorokban, hogyha nincsenek lekötve egyéb tevékenységekkel. Játékokat kell nekik beszerezni, csinálni. Egyébként teszek majd fel játékcsinálós videókat, mert nagyon-nagyon sokat lehet ezen spórolni, hogyha magadnak csinálod a játékokat, és nem is mindegy, hogy milyen játékot adunk nekik, ugyanis szövetet, pamutot nem ehetnek meg, mert attól betegek lesznek, és nagyon hamar meghalnak, sajnos. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni, hogy mit esznek, mi az elérhető számukra, és át is kanyarodtunk a következő kérdéskörre. Veszélyek a lakásban. Egy papagájra rengeteg veszély leselkedik a lakásban, az egyik legismertebb, és erre tényleg nagyon oda kell figyelni, ez a teflongőz. Nem tarthatjuk ezeket a madarakat konyhában, mert egyrészt tökre nem higiénikus az, hogy az ételeink közelében vannak, ez a mi oldalunk. Az ő oldaluk pedig az, hogy a teflongőzök halálosak rájuk nézve, és egyéb füst és mérgező gázok felszabadulására érzékenyek, és ez sajnos idő előtti elhalálozáshoz vezethet náluk. Úgyhogy ha csak a konyhába tudjuk őket tenni, akkor sajnos felelőtlenség ilyen állatot tartani, akkor inkább javasolnék egy másik kis állatfajtát. Emellett veszélyek még a lakásban mérgező növények, fikusz és egyéb társaik, erről vannak fönt interneten elérhető listák. Nagyon kevés olyan növény van, szobanövény, amit megehetnek. Nem az a kérdés, hogy megeszik-e vagy nem, az a kérdés, hogy megdöglenek-e tőle vagy nem. Valamint, ami még veszélyes rájuk nézve, a kábelek. Azt képzeljük el, hogy olyanok, mint a rossz gyerekek, mindent meg akarnak kóstolni, mindent meg akarnak enni. Nagyon gáz, de a saját kakiukat felcsipegetik, ha van rá lehetőségük. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy biztonságos, madárbiztos legyen az otthonunk. Ez is költséges. Nyilván költséges eldugdosni a kábeleket egy kábeltartóba, vagy mondjuk olyan bútorokat beszerezni, amiket nem tudnak elcsámcsogni. Ez is egy újabb probléma lehet friss papagájtartóba, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne érjen titeket váratlanul, ha mégis a papagájok mellett döntötök.
Az egyik legnagyobb veszély a lakásban, amiről még nem ejtettem szót, az a repülés. Lényegében mindenképpen azt támogatom, hogy hagyjuk a madarat repülni a lakásban. Szerintem nagyon-nagyon fontos számukra a mozgás. Egyrészt sokkal kevesebb kalóriát égetnek el ők itt az otthonunkban, mint a vadonban, ahol folyamatosan keresniük kell a táplálékot, és folyamatos kalóriaégetésre jutnak hozzá további kalóriák felszedéséhez, míg itt csak így a kis tálkába eléjük rakjuk az ételt, hogy egyetek. Ez rájuk nézve egészségügyileg nem jó, mert elhízáshoz vezet. A másik dolog az az, hogy azok a madarak, akik nem tudnak repülni, nekik izomsorvadásuk lehet, hiszen nem használják azokat az izmokat, amik a repüléshez szükségesek, és a szervezet egyszerűen leépíti ezt az izomzatot, és utána később ezt csak nagyon kemény rehabilitációs munkával lehet visszaépíteni. Másik fontos szempont a tüdejük. A légzőrendszerük a madaraknak nagyon-nagyon különleges, és maga a repülés az a mozgás, amivel segítik a tüdőben a levegő áramlást. Hogyha ez nem adott számukra, akkor ez tüdős megbetegedésekhez vezethet. De miért veszélyes a repülés? Egyrészt neki mehetnek tárgyaknak, ezen nem kell nagyon-nagyon megijedni, egy idő után felderítik a környezetüket, és már sokkal ügyesebben fognak manőverezni a szobatárgyak között. Viszont ami nagyon-nagyon nagy veszély, és amire nagyon-nagyon oda kell figyelni, azok az ajtók és ablakok zárvatartása. Mert nagyon könnyen kirepülnek, és nem lehet őket visszahívni. Vannak visszahívható papagájok, nagyon komoly tréning és munka előzi meg azt az állapotot, amikor a madarat a kezünkről eldobjuk, és ő bumerángszerűen a hívásunkra gyönyörűen visszaszáll hozzánk. Ez komoly befektetett munka eredménye. Semmiképp sem javaslom, hogy elengedjétek a papagájt a szabadba, és mindenki felhívom rá a figyelmet, hogy csak akkor tartsunk papagájt, hogy ki tudjuk engedni a lakásba úgy, hogy az ne repüljön ki az ablakon, az ajtón, erre mindig figyeljünk oda. Az összes ismerősöm, aki valaha mesélt arról, hogy valaha papagája volt, mind arról számolt be, hogy ez a kedves történet úgy ért véget, hogy a papagáj elrepült. Ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon ellenzem, hogy a madarak repülőtollát levágjuk, mert az előbb felsoroltak miatt, hogyha nem tudnak repülni, az sok megbetegedéshez vezethet, emellett rontja az egyensúly érzéküket, és sokkal több ütközést és földönlandolást és ütődést eredményez. Nagyon frusztráló számukra, olyan, mintha mi folyamatosan részegek lennénk. Körülbelül így tudom leírni, hogy nem tudunk egyensúlyozni, nem tudunk térben tájékozódni, szóval nagyon-nagyon-nagyon megnehezíti a madárka életét. Egy nagyon fontos dolog, amiről még nem beszéltem, hogy hangosak. Egy csendes állatot szeretne, az ne papagájt válasszon. Van egy skála, minél nagyobb a madár, annál hangosabb. Ezek a papagájok is tudnak hangosak lenni. Ők folyamatosan fütyörésznek, dalalásznak, ha boldogok. Ez egy nagyon kedves kis boldoggá tevő hang, viszont zavaró lehet, mondjuk, hogyha a panelban lakunk, vagy nagyon közeli szomszédunk van, lehet, hogy őt idegesíti a hang, még ha minket nem is, de az is lehet, hogy minket is, mert például a Nagy Sándor papagájok már nagyon hangosak, a Jákó papagáj folyamatosan löki a sódert, az Ara papagájok azok pedig ordítanak. Nagyon kedves madárkák, de ordítanak. Ordítanak. Mert kilométerekre hívják egymást, mert azt szokták meg, hogy egy gyors rikoltással tudom jelezni a páromnak, hogy 10 kilométerrel arrébb velem minden rendben. Szóval hangosak. Ugyanez igaz rájuk, ha kétségbe esnek, ordítva hívják egymást. Jól van. Ugye vannak a pirhurák, a nappapagáj, ők is egy családba tartoznak, itt is a papagáj méretével változik a hangossági skála. Egy nagyon-nagyon fontos szempont. A kaki. Ezek az állatok 15-20 percenként kakjanak egyet. És nem olyanok, mint a kutyák vagy a macskák, akik természetükből adódóan megtanulták, hogy nem szarok oda, ahol vagyok. Mert az mérgező rám nézve, ők az égben röpködnek, a fák tetején csücsülnek, és leszarnak a földi állatokra. Ez őket marhára nem zavarja. Szóval ők akkor kakjanak, amikor csak akarnak. Hallottam arra, hogy lehet őket szobatisztaságra nevelni, sokkal-sokkal nehezebb, mint azokat az állatokat, amikben ösztönből bennük van, hogy bizonyos helyre nem szabad kakélni.
őket nagyon nehéz szobatisztaságra nevelni, és nagyon könnyen el lehet rontani. Megszokják, hogy azért kapnak jutalmat, mert valahova kakélnak, akkor oda nagyon szeretnének kakélni, és ez is emésztőrendszeri problémákhoz vezethet, hogy direkt nyomnak, pedig már most kakéltak nemrég. Kakélnak, és mérhetetlenül szutykosak. A kajájukat kidobálják, a fal retkes, a föld retkes, minden nap folyamatosan porszívóznom kell. Ami még nagyon fontos, hogy asztmás megbetegedéssel, vagy bármilyen légzőszervi megbetegedéssel nem nagyon ajánlottak, ugyanis nagyon kis porosak, és ezt nagyon könnyű belélegezni. Ezzel a porral van bevonva a kis tolluk, egyébként nagyon szép kis tiszta állatok, csak maguk körül csinálnak disznóulat. A szelídítéshez fürtösködést használok, ez gyakorlatilag így néz ki. Ennek egy nagyon-nagyon kis részét eszik meg, megpucolják és szanaszét dobálják ott, ahol éppen vannak. Ezt folyamatosan porszívózni kell, egy nap körülbelül 2-3 porszívózok utánok, és így lehet tisztaságot fenntartani. Szóval érdemes ezt is mérlegelni, hogy mennyire szeretünk tiszta helyen élni, mert ők kis malackák, és körülöttük nagyon-nagyon nehéz tisztaságot fenntartani. Nem is annyira tisztaság a probléma, hanem inkább tényleg az, hogy makéjakat, kakit, igen, a kaki nem tiszta, kakit, és zöldséget, meg bármit, amit találnak, megesznek egy rügyes ágat, úgyhogy megpucolják a rügyeket, és szanaszét dobálják a fakérget. Meg amikor rongálnak, akkor is ugye nekik csak az az élvezet, hogy megrágcsálják a dolgokat, ők nem eszik meg ezt, amit megrágcsálnak, csak szétdobálják. Úgyhogy nagyon kis mocskosak, és folyamatosan, hát egy jó porszívó beszerzését mindenképp ajánlom, mert folyamatosan sepregetni ezt a mértékű mocskot, azt nem lehet. Egész nap söpregetek és porszívózok. Ja. És az utolsó, de egyik legfontosabb szempont a türelem. Nagyon sok türelem kell hozzájuk, és nagyon következetesnek kell lenni, mivel rettegnek tőlünk, emberektől. Még akkor is, hogyha kézzel neveltek, még akkor is, hogyha szelídek, ha emberek között nőttek föl, ha ismerik az emberi fajt, akkor is rettegnek tőlünk, mélyen belül az ösztöneikben, mert ragadozók vagyunk, és ők pedig prédaállatok. Folyamatos menekülésre vannak kárhoztatva a vadonban, és nagyon kis gyávák, ha meghallanak egy kis neszt, egyből világgá repülnek. Nagyon-nagyon-nagyon sok türelem kell ahhoz, hogy ne adjuk fel, hogy megszeressenek minket, mert meg tudnak minket szeretni, kötődni tudnak hozzánk, viszont nagyon-nagyon sok munka az, hogy onnan, hogy én egyenlő kaja, eljussunk odáig, hogy én egyenlő szeretnivaló ember, és ez akár hónapokig, évekig is eltarthat, hogy igényeljük a szeretetünket, akkor attól függően, hogy milyen a madár előélete, ha őt valaha bármilyen rossz tapasztalat érte emberekkel, akkor már sokkal nehezebb a bizalmunkba férkőzni. A papagájok szelídítéséről egyébként tervezek egy külön videót csinálni, de lényegében ebben is a kutyáktól különböznek talán a legjobban, mert egy kutya meglát egy embert, és azon kívül, hogy szociálisan mérhetetlenül fejlettek, és az arckifejezéseket is felismerik, ahhoz képest ők csak azt látják, hogy ember is rettegnek. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy különbség van madár és kutyamacska között. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, hogyha nincs időd és energiát foglalkozni velük, akkor érdemes elgondolkodni, hogy tényleg nekünk való ez a faj. Illetve egy megosztó téma, de nagyon-nagyon-nagyon sok kutatást végeztem velük kapcsolatban, mert nem akartam csak úgy beleugrani egy 15-20 éves elköteleződésbe úgy, hogy nem tudok róluk sok mindent. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kutatást végezve azt találtam, hogy párban érdemes őket tartani. Úristen, úristen, egyedüli madártartók, kövezzetek meg, de azt látom, hogyha nem tudunk velük lenni 0-24-ben, amennyit a fajtársaik velük vannak, és nem tudjuk a csőrünkkel úgy kurkászni őket, ahogy a fajtársuk kurkásza őket, és nem tudunk velük körözve röpködni a plafon mellett, akkor nem tudjuk nekik megadni azt, amit a vadonban megkapnak a társaiktól. Én párbantartás párti vagyok, nyilván több madároké, csak egyedül nagyon-nagyon sok mentális probléma alakulhat ki a papagájban, hogyha
hozzánk emberekhez kötődnek, csak egyszerűen nem értik, hogy miért nem akarunk velük párosodni, nem tudjuk nekik elmagyarázni, hogy miért megyünk el napi 8 órában itthonról, kétségbe esett rikácsolnak utánunk, és nem tudunk válaszolni neki 10 kilométerrel arrébb, hogy itt vagyok, csak épp egy magot eszem, mert nem vagyunk madara. Viszont ha fajtásokkal tartjuk együtt őket, akkor felmerül a kérdés, hogy fognak-e minket szeretni és figyelni ránk? Igen, fognak minket szeretni, igen, fognak ránk figyelni, mint ha egyedül lennének, csak egy egészségesebb formában. És ez dupla költségeket jelent, mondjuk a fajvásárlás esetén. Azt nem mondom, hogy két madárnak nagyobb kalitka kell, mint egynek, mert egynek is kéne akkora, amennyiben kettő is el van. Szóval ilyen szempontból nem változtat a tartási feltételeken, viszont kétszer akkora madárköltség, kétszer akkora állatorvos költség, kétszer akkora kajaköltség, játék, kétszer akkora figyelem, dupla annyi türelem, szóval ilyen szempontból is meg kell gondolni a dolgot. Remélem kellően demotiváló voltam, viszont nem akarlak titeket elszomorítani, és igazából csak azért csináltam ezt a videót, hogy mérlegelni tudjátok észszerűen, racionálisan, a tények ismeretében, hogy tényleg szeretnétek-e papagájt tartani. Mert egyébként fantasztikus állatok, egyszerűen olyan dolgokat tudnak megadni, amit másfajta állat nem, és azok olyat, amit ők nem. Ez nagyon fontos. Minden állat más. Hát az előző videóimból tudjátok, hogy én nagyon-nagyon szeretem a madarakat, és én nagyon-nagyon boldog vagyok velük, viszont tényleg szeretném, hogy ti is tudjatok minden információt, ami ahhoz kell, hogy bele tudjatok vágni ebbe, vagy minden információt, ami ahhoz kell, hogy tudjatok másképp dönteni, hogyha nektek az a jelenlegi élethelyzetetek más diktál. Szóval ez a fürtösköles. Majd a madárszerítítős videómban erről többet fogok nektek mesélni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy arról is tájékozottabbak legyünk, mert nagyon kevés információ áll rendelkezésre, és vannak fals információk is. Persze nem az az etalon, amit én beszélek, és mindenki cselekedjen saját belátása szerint, én csak azt tudom nektek elmesélni, hogy nekem mi vált be. Remélem tetszett nektek is, hasznos volt számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ahol a jövőben több papagájos videót fogok megosztani. Vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép hetetek, sziasztok!